Első helyezést ért el a mesemondó versenyen, jöjjön el és mondja el a messzire.
täytyy tehdä versejen, laulamista. Szárnyas királyfi, hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt egyszer egy király, s annak olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. Mikor a király kisasszony eladó sorba került, 10-20 is jöttek rá nézőbe, mint csupa királyfiak, de a király kisasszonynak épp a legszegényebb királyfin akadt meg a szeme. Az ám, csak hogy a király azt szerette volna, hogyha a leánya a leggazdagabb királyfit választja, s mert hogy nem ezt tette, szörnyű haragjában bezáratta a palota legmagasabb tornyába, s ott tartotta a szomorú rabságban. Hiszen záratta, mert a szegény királyfi minden alkonyatkor meglátogatta a király kisasszony, úgy, hogy arról senki lélek sem tudott. Ugyan hogy lehetett ez? Úgy, hogy a királyfinak volt egy ezermester inyasa, ez szárnyat csinált a gazdájának, s ahogy este ledelt alkonyodott, fölszállott a város szénén, s mint egy madár, úgy repült be a torony ablakán. Hát ez így volt, egy hétig, kettőig. Egyszer azonban eszébe jutott a királynak, hogy meglátogatja a leányát. Hát a szép szóval másfelé fordítatja a szívét. No, éppen jókor talált menni a toronyba, mert a szegény királyfi minden alkonyatkor meg... Ott ült a szegény királyfi a király kisasszony mellett. Keseregtek mind a ketten, hullott a könyv a szemükből, mint a zápor eső. Hely, szörnyű haragra gerjedt a király, mikor meglátta a királyfit, kirántotta a széles görbe kardját, de bezzeg a királyfi sem tátotta el a száját, meglebentette, csattogtatta a szárnyát, s hús kirepült az ablakon, meg sem állott még abba az erdőben nem repült, ahol ő egymagában lakozott, maga a sarkon forgó aranypalotában. Nosza a király mindjárt befogatott a lovasítóba, s indult az erdőbe, mert hallotta volt már, hogy az ő erdejében lakozik a királyfi, csak hogy közelében lehessen a király kisasszonynak. Ment a hintó után egy legement huszár is, s ahogy odaértek a palotához, egyszerűbe körülfogták a király, meg bement a palotába. Bemegy az első szobába, nem volt ott semmi. Bemegy a másodikba, ott volt két ágy, két szék, egy asztal, meg armárium. Bemegy a harmadikba, hát abban nem volt egyéb, csak egy íróasztal. Amellett ült a királyfi, s szomorú verseket írt az ő nagy szívbéli bányatáról. Hé, szárnyas királyfi, kiáltotta szörnyű haraggal a király. Te voltál a leányomnál? Én voltam fenséges királyom, nem tagadom. Ha tagadnám is, mi aztánt látnám? Vissza te voltál, akkor mindjárt nagyon is lőlek ebben az áltó helyenben, mondta a királyfi. Ne lője meg, fenséges királyom, inkább vitessen vissza a toronyba, ott kötöztessen össze a leányával, s vettessenek le a toronyból. No, ha ez a kívánságot összeélyesetheti, mondta a király, halljatok meg együtt, szívem szomorítói! Hát, csak ugyanúgy lett, hogy a szárnyas királyfi kívánta, visszavitték a toronyba, ott összekötözték a király kisasszonyjal, s lelőtták a toronyból. Leám, csak hogy nem estek a földre, mert a királyfi szárnyát elfelejtették lekötni, s ahogy lelökték őket az ablak párkányáról, kielesztette a szárnyát, felszállott a magas levegőjékbe, s repült a király kisasszonyjal, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Eleget kiabált a király utána, hogy csak jöjjenek vissza, egyiknek sem lesz semmi bántódása, de bezzeg volt eszi a szárnyas királyfinak, míg a fejét sem fordította vissza. Nem szállott földre, még az apja udvarába nem ért. Ott aztán
ott aztán leoldották róla a kötelet, s még aznap megesküdtek a fiatalok. Mire a király odért, már rég megvolt a lakodalom, már csak egy kis maradék jutott neki a lakodalmi kalácsból. No, ez így éppen jó volt, ahogy volt, itt a vége Fusselmire. Egyszer reggel felkeltek, és a szegény ember azt mondta az asszonyának: édes feleségem, én ma elmegyek kapálni, délre hozd ki az ebédet, mert nem jövök haza. Megszólalt Jancsika: édesapám, én is megyek. Gyere, fiam, gyere. Csinált neki egy kisebb kapát, és elindultak kapálni. Jött velük Bodri kutya is. Beértek a mezőre, lepakoltak a fűszó alá, s Bodri kutya is befeküdt a fa alá. Kapált a szegény ember, kapált, rettentően sütött a nap. Meleg volt, s Jancsika is kapált. Jancsika oda-oda sanított a fa alá, s nagyokat sóhajtott. Édesapám, én úgy szeretnék kutya lenni, de jó a kutyának ott a fa alatt, egész nap heverészhet. Nekem meg kapálni kell. Jól van, fiam, szaladj a fához, kergesd el a kutyát, s feküdj be te a helyére. Nem kellett ezt kétszer mondani Jancsikának, odaszaladt, elkergette a kutyát a fa alól, s befeküdt a helyére. Harangozta a télre, jött az édesanyja délebéddel. Jancsika már messziről kiabálta: anyóka, mi az ebéd? Kusti, mordott rá az apja, a kutyák nem szoktak beszélni. Jancsika meg sem mert mozdulni. Odaért az anyja, s látja, hogy itt valami nincs rendben, kitöltötte az urának az ebédet, s jó ízűen evett az ember. Jancsika oda-oda kifántott, s mondta is, vagy egyszer, vagy kétszer: anyóka, én is éhes vagyok. De az apja rá kiabált: Kusti, a kutyák nem szoktak beszélni, a kutyák csontot kapnak. Bableves volt hússal, jól lakott a szegény ember. De az asszony, hogy az ember ne vegye észre, Jancsikát kicsalott a bablevesből. Miután megebédelte, Jancsika megfogadta, hogy soha többé nem akar kutya lenni. Inkább segít az apjának kapálni. Kapálgattak estig, még haza nem hallottak, s még most is jönnek, még meg nem hallottak. Nagyon ügyes voltál, nagyon ügyesek voltok, és akkor a következő Major Regina, a Mezőtúri Református Kollégium tanulója, második osztályos és harmadik helyezést ért el. Zsuzsi, magyar népmese. Volt egyszer egy szakácsnő, Zsuzsi volt a neve. Okos egy lány volt ez a Zsuzsi, de milyen okos? Hát még a bot, hot szerette. Az ám, hogy szerételtette, iszogatott, s mert a bot el is kell nyomtatni, magának kapanított minden jó falatot. Na, ugye, okos lány volt Zsuzsi, mondja egyszer a gazdája Zsuzsinak. Hallod-e, Zsuzsi, vendéget hívtam vacsorára, sisbe két kakas jó, pirosra, ropogósra. Érted-e? Igenis értem. Snosza, Zsuzsi leölt két szép kakast. Leforrázta, megmellesztette, nyásra húzta, s forgatta a szemben. Két kakas mondja, pirult,
kipirosodott, és mire esteredett álkonyodott, sült a szép pirosra, ropogósra, nem bizony, az rám, de hol a vendég? Az bizony nem jött, két kakas meg csak sült, 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 pirult, pirosodott. Mondja Zsuzsi, jaj, Istenkém, Istenkém, ha nem jön a vendég, a szép piros pecsenye szénné feketedik. Nosza, utcú, szaladott a gazda a vendég után. De bezzeg Zsuzsinak sem kellett egyéb. Ő megszaladt a pincébe, csak ráütötte a boros hordót. Jól ellátta magát, aztán fel is ment a konyhára, levágta az egyik kakasnak az egyik szárnyát. S megette. Gondolta magában. Mit tettem? Az egyik szárnyát megettem. Ha már ez így van, azért van nagy eszem, a másikat is megeszem. S meg is ette, mert okoskodott. Ha mind a kettőt megeszi, a gazdája észre sem veszi. De ha megette, hát megette, nem volt nagy kár érette. Mert sem a gazda, sem a vendég, Zsuzsi meg is lement a pincébe. Csapra, a hordó csapra ütötte, így volt, mint a kefekötő. Aztán fel is ment a konyhába, és mit gondol, mit nem magába, megette egészen a kakast. Elege jó volt, de finom volt, mondta Zsuzsi. És most már így okoskodott. Ha az egyiket megeszem, a másikat is megeszem. És ilyen-olyan szedte-vette, meg is ette, hiszen éppen jókor megjött a gazda nagy lihegve. Bekiáltott a konyhára. Gyorsan, Zsuzsi, tálalj, játszai be! Itt a vendég! Igenis, azonnal, mondta Zsuzsi. Ült a gazda az asztal mellé, egy nagy kés szedett elé, és a kés fente fenegette. Zsuzsi pedig csak nevette. Hát jött a vendég, bekopogtatott. És nosza, Zsuzsi elébe ment. Szörnyű ilyett arccal, az Istenért! Lelkem uram, szaladjon! Nehogy itt maradjon! Miért? Miért? Hát nem hallja, hogy a gazdám fenni a kés. Miért fenni? Tudja, mind a két fülét levágja szörnyű haragjában. Fusson, 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 gyorsan haza fusson, ha az élete kedves. Bezzeg, hogy futott a vendég, mint a szemét kivették volna. S nosza, Zsuzsi beszaladt, mint a ölnék úgy jajgatott. Jaj, jaj, micsoda vendég, két kakas kikapta a tábor, s azzal utcú elszaladott. No, ez aztán finom vendég, mondult fel a gazda. Legalább az egyiket így hagyhattam volna. S utcú szaladott utána, és kiabált veszettül. Csak az egyiket, bár az egyiket, a másikat vihetett. De bezzeg a vendég nem a kakasra értette, hanem a fülére, és még jobban szaladott. Örült, hogy épp fülle hazajutottott, és ha Zsuzsi be nem ugat volna a borton, az én mesém is tovább tartott. Hát ez nagyon kicsit mese volt, köszönjük szépen, és akkor ebben a blokkban az utolsó mese Csernó Émié lesz, a Mezőtúri Református Kollégium általános iskolájának harmadik osztályos tanulója, aki harmadik helyezést érte. Ugye? A versenyen rendben. Megnézzük, hogy jó. Kelek, a macska meg az egér. Bezzeg jó dolga volna az egérnek, ha macska nem volna a világon. De van ám macska, van bizony, a szegény egereckének éjjel-nappal nincsen nyugta, nincs bizony. Hely, ha láttátok volna, hogy megijedt az a kicsi egerecske, akiről most mesélek. Mikor egyszer, amint futikutkározott a szobába, top! Egyszerre csak valahonnét, valamelyik szögletből elé toppant egy nagy cirmos cica. Ja Istenem, hová, merre szaladjon szegény egerecske? Nézett erre, nézett arra,
Lika, azán sehol se látott Likat, de még akkor se, amin egy hangya befért volna. Mit mondok, hogy nem volt Lik, dehogy nem volt. Ott állott a szoba egyik sarkában egy vizes korsó, azaz dehogy állott, feküdt az a fél oldalán. Nosza, utcu neki, hopp! A kisegerecske nagy hirtelen beugrott a korsó száján. Bezzeg, hogy cica asszonyság is neki szaladt a korsónak, de mindjárt meg is állott, s igen-igen savanyú pofát vágott. Szűk volt ám a korsó szája, cica nagysám a szógája. Hiszen megállj, mormogott dorombolt hangosan cica nagysám. Majd megunott-e magad az üres korsóba, kihajt az éjség, s akkor ham, bekaplak. Tudom azt az egyet, hogy el nem szalaszlak. Hát a szegény egerecske mit csinált? Ugyan bizony mit csinált volna egyebet? Reszketett, mint a nyárfa levél, s várta, hát, ha megunja cica nagysám a leskelődést. Hiszen várhatta, telt múlt az idő, de cica nagysám nem mozdult a helyéből. Bebenézett a korsó száján, aztán a száját kitátotta, hegyes fogát csattogtatta, s mind-mind dorombolta. Gyere, kicsak, gyere, lesz akkor, ha delhat. Szegény egerecskét még a hideg is kirázta, mikor látta cica nagysám száját. Mikor aztán egy kicsit magához tért, két kicsi lábát összetette, s úgy könyörgött, ó, drága szép cica nagysága, a szegény egerecskét ne bántsa, hisz annyi egér van a világon rajtam kívül, miért éppen engem akar megfocsarázni? Hallottam nagyságodról, hogy nagyságod jóságos, kegyelmes, a szíve színarany, ugye igaza van, aki ezt mondta magáról? Mit gondoltok, mit felelt erre cica nagysága? Ő bizony ezt felelte. Tiszta csupa igazság, amit mondasz, szép öcsém, nincs kerek a világon több olyan jóságos, több olyan kegyelmes, több olyan aranyszívű macska, mint csekéségem. Haj, de jóságból, kegyelmességből, aranyszívűségből nem töltetem meg a hasacskámat. Ezt mondotta igen, ezt mondotta szóról szóra cica nagysága. Hogy ezután mi történt, már azt én nem tudom. Itt a mese vége, fiam, fuss el véle! Hát ez viszont nem is kérdés, hogy miért kaptatok ti díjat, akik itt vagytok. Nagyon örülök, hogy eljöttetek hozzánk, és elmeséltétek nekünk a meséket. És most akkor hallgassuk meg megint egy zenés blokkot. Papani és Tóth is prezentálásának. Most következik dalunkban a kisebbek is biztos ismerni fogják. Nekünk is van egy picikénk, és ő nagyon szereti. Nem marad. Lehet, hogy nekünk segít.
Borsos erre készülünk a bálóterre.
Köszönöm. És a végasszony. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy százesztendős öregasszony. Meghalni nem akart, élni nagyon szeretett. Mindig dolgozgatott, kupargatta össze a galasokot, rakta a ládájába, pedig gyereke sem volt. De nagyon fájt a szíve, mikor rá gondolt, hogy jaj, egyszer jön a halál, beállít, azt se kérdi, össze, nem, majd csak víz. Jól is gondolta az öregasszony, egyszer beállít a halál. Na, öregasszony, készülj, mert viszlek. Az öregasszony sírt, kesergett, hogy legalább még 10 esztendeig hagyja megélni. Nem lehet, beírtam a neved a nagykönyvbe, én onnan már ki nem törülöm. De addig sírt, keserget, rimánkodott az öregasszony, hogy egyszer halálnak szánta. Na jó, adok egy órát, hogy elkészülj. Adj el többet, gyere el holnap. Na jó, Isten neki, de úgy készülj, hogy holnap aztán viszlek. Jó van, jó, de ért fel az ajtófélfára, hogy el ne felejtsem. A halál elővette a zsebiből egy nagy fehér krétát, nagy betűvel felírta az ajtófára. Holnap, no, reggel jön ismét a halál. No, öregasszony, letelt az óra, visznek. Dehogy telt, nézd csak meg, mit írtál az ajtóra. A halál megnézi, majd nagy bosszúsan elszaladt. Ez itt telt egy héttől tovább. Végül a halál megunta a járkálást, megsokalodta. Na, fogta magát, letörölte az írást. Na, öregasszony, készülj, úgy készülj, hogy holnap aztán viszlek, se kegyelem, se érgalom. Szegény öregasszonynak reszketett minden tagja félelmében, csak azon törte a fejét, hova bújna el, hova? Volt neki egy nagy hordója, félig furmán mézzel. Gondolja, belekuporog, bele is kukorgott. Ott kukorog, majd gondol egyet. Jaj, a halál betekint a hordóba, rögtön megre. Kigyött onnan, kihasította a nagy dumnáját, belebújt. Ott gubbaszt, majd gondol. Egyet. Jaj, hát a halál az ágyba keres először, itt megtalál. Kigyött onnan is, a halál meg éppen akkor toppant be. Nézi, mi az a szörnyeteg a szoba közepén? Szörnyen megijedt, mert a sok tollú mind ráragadt a méztől. Uccu neki, uzsdi, úgy elszaladt a halál, hogy vissza se jött többet. Az öregasszony meg most is éli világát. Köszönjük szépen, nagyon ügyes voltál, és akkor most Jancsa Sárát kérem, a Mezőtúri Református Kollégium általános iskolájának negyedik osztályos tanulóját, aki második helyet is ért el a mesemondó versenyen. A falu eszek, magyar népmese. Élt a faluban, az öregebb rendűek talán még emlékeznek rá. Élt egy hippide hoppoda hamari habari ember, aki ha belefogott a beszédbe,
Négy bivajjal se lehetett volna elhúzatni a helyről, de kivált kép tanácsokat szeretett osztogatni. A kovácsnak azt tanácsolta. Addig üsse a vasat, amíg meleg, mintha azt a kovács nélkülen nem is tudta volna. Harmaton jár jól a kasza, oktatta ki a kaszásokat. Ha megköszörülik, akkor vág a fejsze, világosította fel a favágókat. Ilyen és ehhez hasonló bölcsesség dől belőle állandóan, mint a kéményből a füst tél idején. Nem így, hanem úgy. Ez volt a szavajárása, meg az, hogy ezt én másképpen csinálnám, de nem igen csinált semmit, csak a száját járatta. Addig-addig járatta, hogy egyszer csak csodája, nagy eszű ember híribe került. Ritka jó eszejárású ember, annyi bizonyos, bizonygatták itt is, ott is. S hát váltani vált az esze, ismerték el még azok is, akik nem sokat adtak rá. S mi mindenhez ért? Álmélkodtak. Ács is, kovács is, kaszás is. Kár volna ekkora nagy tudományt parlagon hagyni. Suputyálták mind sűrűbben a hívei, akik egyre többen kezdtek lenni. Aztán, hogy az észnek méltó hajléka legyen, megtették a falu fejének. Megválasztották bírónak. De meg is bánták nem sokára, de elcsapni már szégyenükben sem csaphatták volna el. Csak szítták a fogukat, s tűrték, hogy a falut fenekestől felforgassa. Hogy ezt ne így, hanem úgy, ide ne ezt, hanem azt. Egyszer ilyen, máskor amolyan adót, büntetést, bírságot, illetéket eszelt ki. Így aztán a saját bőrükön tanulhatták meg, hogy aki minek nem mestere, annak hóhíra, s hogy egy-két mondással, szófitoktatással, hozzáértés igazi tudás nélkül nem lehet előbbre jutni. Dolgoztak hát látástól vakulásig, s tűrték, amíg tűrhették. De egyszer aztán betelt a pohár, mert amikor zúgolódni kezdtek az egyre növekvő terhek miatt, azt találta tanácsolni a falu esze, hogy aludjanak kevesebben. Két szemnek két óra éppen elég, mondta. Hát elég, azt mondjuk mi is, hogy elég, és rázták az öklüket. A falu eszének annyi esze azért még volt, hogy még idejében odébb álljon. Úgy ment ki állítólag a faluból, mint annak idején Samu Gyurka Martonosból, aki juhászember létére úgy lépett meg a gazdákkal való számolás elől, hogy befogta a lovait, jól bevert közéjük az ostorral, s lehúzódott egészen a szekér derekába, hogy még a füle se látszódjék ki. A lovak pedig, mint a zúgó szél, kivágtattak vele Martonosból. Samu Gyurkáról legalább ez a mondás fönnmaradt, de a falu eszéről még ennyi se. Talán már nem is emlékeznek rá. Nekem is csak véletlenül jutott eszembe. Szegény összvonaszom, és annak egy olyan gyönyörűséges szép leánya, hogy napra lehetett nézni, de
kapujába, mikor egy morzsaság. Még szerencse, hogy volt egy jó lábos. A szomszédjukban lakott egy halász, s annak a felesége minden nap elkérte a lábost, hogy halat süssenek benne. És mikor vitte haza, egy-két halat, még hármat is benne hagyott. Egyszer aztán a szomszédasszony elment valahová, a lánya meg otthon maradt. Jött is a szomszédasszony, hogy elvigye a lábost. El is vitte, s hozott a szemben három szép halat. A lány erősen éhes volt, gondolta, nem várja meg az anyját. Ő bizony megeszik egy halat, meg is ette. Íz lett neki nagyon, de nem lakott jól vele. Gondolta, megeszik még egyet. Megette a másodikat is. De ettől csak még nagyobb lett az étvágya. Mit csináljon? Megette a harmadikat is. Jön haza az anyja, és nézi mindjárt, hogy a lábos otthon van. Jaj, édes lányom, hát nem kérték el a lábos. De bizony elkérték, mert haza is hozták. És aztán nem hoztak benne semmi. Hát nem. Megyen át az asszony a szomszédba. Hát ezután már így lesz, kérni mérgesen. Csak viszik el a lábost, de halat nem hoznak benne. Jaj, édes szomszédasszonyom, hát vittem én. Három szép halat vittem. Hű, teringette faszekere rossz leánya. Ez biztos megette. Hazamegyen, és egyből rákezdi. Hát te ilyen piszok vagy? Ilyen hazug vagy? Azt mondtad, nem hozott semmi. Három szép halat hozott a lábosért. Disznaja, megetted! Azzal fogja a lányát, s öti veri, ahol éri. Sír a leány keservesen, de még az utcára is székeket haingál után. Seprűvel kerdeti. Hát, amint ott javában üfüli pápolja, egyszer csak egy hasonlás indul megyen arra, s benne a királyfi maga. Jaj, azt mondja, asszonyom, asszonyom, miért verik úgy azt a leány? Jaj, már hogy nem érti, mikor látja, milyen sárga, sovány, s mégis folyvást von. Egész éjjel, egész nap, mindig csak von. Már tönkretette magát a sok fonásra. Képes egy motorla fonalat megfonni napon. No már azért nem is nagyon, ha olyan fürge, eleven, meg aztán szép is. Adja nekem, elviszem magammal a palotámba, feleségül viszem. Jaj, örvendett az özvegyasszony, hát hogy ne, hogy egy ilyen szegény leány volt, király lélegye. No, megmosdik a leány, fel is öltözött volna szépen, csak nem tudok mibe, de úgysem nem csukáljuk a maga ruhájába, mert a király bevitte egy boltba, és olyan gyönyörű ruhát vett neki, hogy még egy kávéházban meg is etette, itatta. Na, érkeznek haza. De addigra már úgy megszerette, fülig szerelmes volt vele. Megmondta a királyfi az apjának is, hogy ő azért hozta azt a szép leányt, mert nagyon megtetszett neki. Eleinte csak szívből megsajnáltam. Erősen verte az anyja, hogy miért van ilyen sokat, mert minden nap egy motorra fonalat van meg. De azután úgy megszerettem, engedje meg apám oda, hogy feleségül vegyem. No már olyan hirtelennyibe el ne vedd. Egyszer, mert szegény, nem a mi familiánkba való. Másodszor meg csak lássuk, tud-e igazán annyit fonni, mert egy motorla fonalat meg nem fonhat egy nap alatt, akármilyen serény is legyen. Tehát próbáljuk ki, fiam, s ha csak ugyanúgy van, elvedd feleségül. Egy hónap alatt le kell fonnia 30 motorola fonalat, azután üssető legyen meg az esküvő. No, beteszik a leányt egy üres szobába. Nem volt ott egyéb a kendernél, de kender annyi, telibe le a szoba. Mondták, hogy fonja éjjel, nappal ők nem bánják. Csak legyen kész a hónap végére a 30 motorola fonal. Azután mehet is az esküvőre. Sírt a leány keservesen, neki se kezdett. Ő ennyit úgy sem tud megfonni, csak ült és hírdogált. Minden nap egy lapát vitte be neki, a reggelit, ebédet, a vacsorát. Jól táplálták, királyi módra, meg is szépült, még jobban, ha eddig gyönyörű volt, most még inkább az lett. De sírni nagyon sokat sírt. Már telik le a hónap, s ő még egy szállat sem mondta.
hanem mi történt egy éjjel? Éppen 11:30-kor, se az ajtó nem nyílt, se az ablak. Látja, hogy ott áll előtt egy alak, egy olyan hicki-vicki kis úr. S az ott elkezd ugrálni, izet mozogni fürgén, s azt mondja, jaj, 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 édes leány, nagy a te parancsod, tudom én, mit parancsolt neked a király? Azt, hogy egy hónap alatt vonjál le 30 motollapon alatt. Viszemével megfogadom olyan szépen, hogy még a király se lehet hibád benne. A kellő sírő pontosan itt lesz a fonal. Te addig csak találd ki a nevemet, és átadom neked. De ha a nevemet ki nem találod, az enyém leszel. A leány ígérte, csak legyen mind megfogva, és az övé lesz, ha a nevét ki nem találja. Hí, egy-kettőre eltűnt a sok tender, se ablak, se ajtó nem nyílott, se a kender nem volt sehol, se az a hicki-bicki úrfi. Hát a leány most már még jobban sír. Már az enni valósa kellett. Megyed be a lakát, hát most már nem is eszel, csak sírsz, meg sírsz. Jaj, már hogy ne sírnék, és az a leány elmondta, mi történt ő vele. Megsajnálta a lakát, minden nap csak ő jár be hozzá. Megszerette. Hát már hogy is ne sajnálta a lakát. Egyszer aztán az a lakány kisétált az erdőbe, ibolyát szelegetni. Hát amit szedegett, hallján, hogy egy fa tetején elkezd énekelni valaki. Azt énekli. Fonnyan, fonnyan mindahány, enyém lesz a szép leány, pokolba jön majd velem, seprő nyíl az én nevem. Ugrál egyik fáról a másikra, és megint csak rákezdik. Fonnyan, fonnyan mindahány, enyém lesz a szép leány, pokolba jön majd velem, seprő nyíl az én nevem. Megrémül a lakány, mi lehet ez, Szent Isten? Szerette még virágot, vagy nem szeret, már nem tudom, csak az, hogy hazament. Már kellett is vinnie a leánynak a vacsorát. Amint bement a szobájába, elmesélte, hogy megijedt ő az erdőbe, hogy ugrátott egy hiszki-vicki úrfi egyik fára a másikra, s mit énekelt. Hí, kérni a leány, milyen is volt az az úrfi? Hát olyan hiszki-vicki, ki volt pödörve a bajsza, izgett mozgott, meg nem állt egy pillanatra. Hát a kedvelt is egy mint te. Na jól van, most már biztos, hogy tudom a nevét. Ő a seprője. Örvendett a leány, de nagyon. Hát épp aznap esett el ki az idő. A hónapnak az utolsó napja. Megérkezett ének idején, megjött a hicki-vicki, hozta a teménytelen sok fonalat a hátán felbatyúzva. Na aztán te szép leány, itt van a sok fonalán, de a nevem tudod-e, megegyeztünk, mert ha nem, akkor bizony jössz velem. Hát a leány is elkezdte szaporán, de ha megyek te veled, seprűnjél a te neved, seprűnjél a te neved, seprűnjél a te neved. Hí, megmérgelődik a hicki-bicki úrfi, ne csapja a sok fonalat. Így egyeztek hiába, ha tudjál nevét, nem miért ilyen. Úgy elnyolva a térgében a világban, hogy még támba is fut, ha azokra meg nem állok. Jött is aztán reggel a királyfi az apjával, meg a kis életükkel, hogy lássák, megfogta-e a leányt a 30 motorlapon alatt. Hát már karba dugott kézzel ültött, egy szálkendel sem maradt felfonatlan. No édes fiam, mondta, ez betyár leány, ilyen nincs Isten, ezt már elvehetem. De szép is volt ám az a leány, az egy hónap alatt úgy kihízott a királyi posztot, nem volt se sáv, se sovány. Nagy lakodalmat csapta, 7 országra szólt. A leánynak csak egy kívánsága volt, van neki egy szegény közvegyanya, hívják el azt is. Hát persze, hogy hat lovasintóval mentek az anyja után. Volt is ott aztán olyan hely, ami a lakodalom, hogy még a sánták is járták, amit csak bírták. Nagyon szépen köszönjük ezt a mesét, és igazán jó volt. És akkor most kérem szépen az utolsó mesemondónkat, Major Leventén, a református kollégium általános iskolájának 6. osztályos tanulmányát, és második helyezett lettél, ugye akkor a osztályodban. Hogyan tehetek?
Amikor én megszülettem, lehettem olyan 6-7-es, kimentem az utcára egy langyos nyári eső után. Ott találkoztam egy régi jókomámmal, aki már egy fél literrel huncutabb volt, mint én. Azután sárból gyújtunk ökröket, szekeret meg zsákokat, hogy elmegyünk őrölni a malomba. El is indultunk. Abban az időben még a bézni malom őrölte a gabonát. Igen ám, de nem volt otthon. A molnár meg ott sétált a víz tetején, s mi pedig megkértük, hogy hívja haza. Aki erre addig integetett, meg kiáltozott, hogy a malom végre előállt, s elkezdhettünk őrölni. Mivel azonban a molnárnak nem volt tömőfája, lekapta hát a fejemet, s azzal töntem meg a zsákokat. Miután végeztünk, elindultam hazafelé, és találkoztam egy csapat lánnyal, asszonnyal, akik már messziről nevettek. Mit nevetnek? Kérdeztem tőlük. Magának nincsen feje? Válaszolták. Ekkor vettem csak észre, hogy ott felejtettem a malomban. Visszaszaladtam hát érte, feltettem a nyakamra, és folytattam az utam hazafelé. Ám a lányok, asszonyok megint csak nevettek. Hát most meg mit nevetnek? Kérdeztem tőlük újfent. Magának hátul van az orra, válaszolták. Ekkor csavaj rintottam egyet a fejemen, hogy jól álljon, s mentem tovább. Ekkor vettem csak észre, hogy az ostort leszúrtam a malom mellé a víz szélébe. Visszaszaladtam hát azért is, de mire odaértem, az ostornyéből egy nagy fa nőtt, az ostor pedig a tetején volt. Felmásztam hát érte, s látom, hogy egy nagy karvaj üldöz egy sereg apró madarat. Minden áron el akarta kapni őket, ekkor azonban a sok madár mind berökült az ingem derekába, meg a gatyám szárába. No, de azonban én sem mondtam rest. Összekötöttem egy madzaggal az ingem és a gatyám, és most örültem, hogy most mennyi madarat fogtam. Csak hogy ez a sok madár, minden kezdett csiripelni, károgni, víjogni. Mindegyik mondta a magáit a maga nyelvén. Igen ám, egyszer csak fölröpültek velem, s vittek magukkal messzire. Az Adriai tengerpartján asszonyokat láttam mosni, akik fölpillantva az égre, így kiáltottak. Ó, de nagy madár! Én bizaszt úgy értettem, hogy old meg a gatyád! Hát én azt meg is oldottam, csak hogy a sok madár mind kirepült belőlem. Én meg puty, belepottyantam a tengerbe. És úgy szétcsaptam magam körül a vizet, hogy a tenger menten kiszáradt. A halak meg ott hevertek körülöttem szárazon. Gondoltam most, jól megszedem magam hallal. No de azonban már így is messze kerültem az otthonomtól. Elindultam hát hazafelé, meleg országon keresztül. Ez egy igen furcsa ország volt. A házakat nem is a földre, hanem úgy ember magasságnyira a levegőbe építették, és úgy kapaszkodtak fel hozzájuk létrán. Melegországot igen nagyra termett emberek lakták. A templom például akkora volt, hogy 4 huszár fért el benne lóháton. És amikor a pap elkiáltotta a Dominus Patriszt, az egyik huszár megsarkantyúzta a lovát, és vágtatott egy új darabig, oda kiáltott a másiknak, a másik a harmadiknak, a harmadik a negyediknek, a negyedik pedig föl a kántornak. Aki végig várta a misét, jól esett annak a reggelit. De hisz nagy baj nem volt, hisz szalonnából volt az oltár, és kolbászból voltak a gyertyák. A tornya ennek a templomnak nem különben nagy volt. Amikor például építették, 2 ács lejtette a baltáját, és mi alatt az egyik leért, kirohadt a nyele. A másik pedig még odafönt lerökült a nyeléről. És miközben zuhant lefelé, egy pacsirta belefészkelt, és mire leért, ki is költötte a fiókáit. No, nagyon nagy meleg volt, mindenütt
mindenfelé. A disznót elég volt leölni, beletenni egy nagy tepsibe, kilögni az ablakon, meg berántani. No, de azonban így sem töltöttem sok időt, csak ha eluntam magam, folytattam az utam hazafelé. Így kerültem hideg országba. Ott meg olyan hideg volt, hogy a tojásfehérje olyan fényesre fogyott, hogy a fényénél éjszaka is lehetett újságot olvasni. Beszélni csak azok tudtak egymás közt, akik az írást is ismerték. Mert amint kimondta az ember a szót, az abban a minitumban odafagyott a szájához. És úgy kellett onnan leolvasztani. No de azonban itt sem töltöttem sok időt, csak hamar folytattam az utam hazafelé. A végén úgy eluntam magam, hogy leszűrtem az ostornyelet a földbe, és fölmásztam rajta az égbe. Ott találkoztam a nagymamámmal. Te, adjon Isten jó napot, nagymama! Tessék adni lekváros kenyeret! Jaj, fiam, hát nem szoktunk mi amit enni. Nem? Hát akkor hogy lehet innen gyorsan lejutni? Rémültem meg. Volt ott egy öreg ember, neki is elmondtam, hogy szeretnék innen lejutni, mert itt nem lehet lekváros kenyeret enni. Akinek ekkor eszébe jutott, hogy van ott egy láda korpa, abból kötelet csavarhatunk, és azon majd leereszkedhetek. Szó, ami szó, meg is sodortuk jól. De véletlen egy egeret is belesodortunk, és mi alatt ereszkedtem lefelé, az egér elrágta a kötelet, én meg puty, belepottyantam a földbe. Azt hittem, Jászberényben vagyok a nagy templom körül, a felét, de ott sem voltam a falu végén. Bele is fúrultam úgy kétolnyira a földbe. És kiabálhattam, hogy ássanak ki, de nem ásott ki senki. És úgy kellett hazaszaladnom egy ásóért, és kiásulom magam. Ilyenféleképpen telt hát a gyermekkorom, melyre többre, hát többre nem is emlékszem már. Következő dalunk felnőttnek is, gyereknek is egyaránt valószínűleg ismerős lesz, de lehet, hogy zömében inkább a felnőtteknek, mint ezeknek a kicsi gyerekeknek.
Ismeritek a bóbitát? Ki nem ismeri? Babói persze mondanák, hogy a pszichózis bonyolult,
és malackom szégyelni, hogy erről nem tanult. És nyuszinak eszébe jöttem, hogy én valamit nagyon keres, de füles csak legyintene, hogy szóra sem érdemes. És zsebi babának elmagyarázni a problémát nehéz, de Mici Mackó azt mondaná, tudod, ez olyan, mint a méz. Minden ember a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében, énekelni mindenképpen kellemes dolog, és szorult helyzetünkben jó, ha kéznél van egy dal, mit együtt énekelhetünk, és senkit nem szabad. Minden embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Minden embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében szűkebb körben, de szerintem nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük, hogy eljöttetek!